Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy gyors kis videó lesz, bemutatom a KDN Live-nak a legújabb 24.05-ös verziójának az egyik olyan újdonságát, amit én nagyra értékelek. A bemutatás úgy fog megtörténni, hogy először megmutatom a régi verzióban, hogy mi a problémám vele, mert amikor a Cinelera-ról beszéltem, és mondtam, hogy ez ott nagyon-nagyon kényelmes, sokan nem értették meg, hogy miért tartom ezt kényelmesnek, általában ők ilyesmit nem csinálnak, nem is látták át, hogy mi az, amit szerettem volna bemutatni. Gyakorlatilag miről beszélünk? Itt van három darab klip, három darab klipet berakosgattam, és mindegyikre ugyanazt az effektust szeretném elhelyezni. Hogyan működik a régebbi verzióba? Megnézzük, hogy valóban a régebbi verzió van-e. Igen, a névjegynél, a KDN Live-nál 24.02-es 3 hónapos, azaz elmondhatjuk, hogy egy régebbi verzió. Oké, erre a háromra szeretnék én egy effektust elhelyezni, és egy lépésbe egyetlen egy panelba mindegyiken lévő effektust beállítani. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Ehhez 2 darab megoldás van. Az egyik az, hogy ráteszem erre, majd erre, majd erre, ugyanazt az effektust is külön-külön beállítom. Oké, mondhatjátok azt, hogy jelöljük ki mind a 3 klipet, Shift és egérhúzással ki lehet jelölni, az effektust ráteszem, láthatóság kedvéért a zoom effektust teszem rá. Oké, a zoom effektust ráteszem, oppá, látjátok, hogy mind a 3-ra megjelent. Oké, az elsőbe állítsuk be az effektust, effektus beállítási panel, rákattintok, amivel szeretnék dolgozni. Ki van jelölve mind a 3? Én azt vélelmeztem régen, amikor még kezdő voltam, hogy 3 ki van jelölve, mind a 3-on állogatjuk az effektust. 50%-ra levettem a nagyítást, kikattintottam, összement. Oké, lépjünk tovább. A következő klip, ami ki van jelölve, és egybe van foglalva, és láthatóan körbe van szépen sárgával rajzolgatva, hogy ez egybe van, rajta van az effektus, és nem megy össze 50%-ra. Tehát itt valóban van egy olyan probléma, számomra probléma. Igen, nem lesz hatásos a beállítás az összes kijelölt klipre, csak arra, amin dolgozok. Ez kényelmetlen. Ha kényelmetlen, akkor az ember vagy elfogadja a kényelmetlenséget, vagy ahogy én tettem, váltottam. Ezután a tegnap előtti nézelődésem során vettem észre, hogy van új verziója a KDN Live-nak, a 24.05.0-as, és oda van írva, már a leírást el szoktam olvasni az újdonságokról, oda van írva első helyre, hogyha kijelölünk egy klip csoportot, tehát több klipet, akkor ráteszünk egy darab effektust vagy többet, és a beállítás globálisan mindegyikre érvényes lesz. Azt hiszem, ez egy nagyon jó dolog, és nézzük is meg, hogyan lehet ezt csinálni. Indítsuk is el az új, letöltött, Appimage-be letöltött, jelen pillanatban Appimage-be lehet elérni, de valószínű Flatpak-be is el lehet majd későbbiekbe érni. A legújabb KDN Live-ot elindítjuk. Indítás után én random rádobálom a 3 darab kis klipecskét, összeigazgatom őket, és Shift és egérgomb lenyomásával kijelölöm mind a 3-at. Erre fogunk rátenni egy effektust, legyen ugyanúgy a zoom effektus, tehát zoom effektus ráteszem. Láthatóan ugyanodáig jutottunk el, mint ahogy az előbb volt. Előhívtam az effektus panelt, gyorsan elő tudod hívni az egérrel, hogyha a kis kéz megjelenik, rákattintasz, és utána az effektus panel elő fog ugrani. Megnézzük, hogy itt a megfelelő szám van-e. 3 klipet jelöltem ki, 3-asnak kell lenni. Ide kattintva tudod váltani, hogy az összes klipre, itt megjelenik a szám, vagy csak az adott, ahol a kurzor van, arra az egy klipre legyen érvényes a beállítás. Nyilvánvalóan nekünk az első kell, tehát az alapbeállítás, vélhetően az alapbeállítás, megjelenik a 3-as, én a méretet levettem 50-re, kikattintok bele, összement. Megyek tovább, és össze van menve, és a 3. is összement. Tehát gyakorlatilag az összes klip, amit te kijelölsz, egy beállítással leefektelhető. Ez az új verzióban működik, és arra figyeljetek, hogy be legyen valóban ez a lehetőségét kapcsolva az effektus beállító panelébe, és akkor természetesen ez működik. Nagyon kényelmes, igaz? Nagyon hatékonyá teszi azt a munkát, amikor utólag effektezünk sok klipet, nagyon sok klipet egy csoportba rakva, egybe kijelölve,
le tudjuk effektelni. Szerintem ez nagyon jó ötlet volt, nagyon jó újítás. A többi újítást, ami engem kevésbé érint, el tudjátok olvasni a KDN Live oldalán. Én azt gondolom, hogy ez az újítás viszi a Premiere-t ebbe a verzióba. Természetesen érdemes folyamatosan követni az újdonságokat, időnként ránézni az oldalukra, mind ahogy lehet látni, a KDN Live villámgyorsan fejlődik. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!